Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Szűrös Mátyás volt köztársasági elnök, vendégeskedett az Öreghegyi disputában. A politikus, aki 1989. október 23-án kikiáltotta Budapesten a harmadik magyar köztársaságot, Bobori Zoltánnal idézte fel a 30 évvel ezelőtti pillanatokat. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Székesfehérváron. Idestova 30 esztendő, amikor az országgyűlésen a irodájából kilépve kiáltotta a harmadik magyar köztársaságot. Én azt gondolom, hogy amikor a könyveit olvassuk, amelyek a politikai pályafutását kísérik, ez természetes. Fontos számunkra, hogy miként emlékezik erre az időszakra vissza, hiszen az előzmények sem voltak akármilyenek. Nagyon fontos volt az 1988-89-es időszak, amikor eldőlt, hogy igenis rendszerváltás lesz hazánkban. Miként emlékezik erre az időszakra vissza? Igen, hát bizony telik az idő, már 30 esztendeje annak, hogy kikiáltottam a Magyar Köztársaságot 1989. október 23-án. Ez a rendszerváltásnak egy olyan időszaka volt, és olyan megjelenése az eseményeknek, amire felfigyeltek nem csak Magyarországon, hanem szinte a világ minden sarkában, ahol magyarok éltek. Tehát ez jelezte azt, hogy Magyarországon történelmi fordulat következik be, mégpedig a diktatúrából a demokrácia irányába. Ami pedig engem illet, hát nekem az életutam, illetve szakmai pályámnak is csúcspontja volt. Az én szakmai területem a külpolitika és diplomácia. Sokat láttam a világban, de az ember mindenek előtt a hazájának tartozik kötelezettségekkel, és itthon van feladata, és örültem, hogy annak ellenére, hogy én többnyire a nemzetközi szintéren működtem, hogy ez a történelmi feladat rám hárult akkor, hogy kikiáltattam a magyar köztársaságot, és akkor nem volt idő arra, hogy megszervezzük ezt a ünnepséget, vagy ezt az eseményt, csak a Kossuth Rádióba tudtuk bejelenteni, hogy aki tud, hétfőn 12 órára jöjjön el a Kossuth térre, fontos bejelentés történik, és hát több mint 100 000 ember jött el. Akkor lehetett érezni, hogy sokan felismerték, hogy tényleg itt történelmi fordulat, társadalompolitikai változás következik be az ország életében. Örömteli volt, szép esemény, emlékezetes, és ez ma már, mint történelmi esemény van, akár a tankönyvekben és megemlékezésekben. Örülök ennek. Ugyanakkor most, hogy a 30. évforduló elkövetkezett, arra kell gondolni, hogy erről nem szabadán megfeledkezni. Mert ugye az rendben van, hogy most már nem emlegetjük úgy Magyarországot, hogy Magyar Köztársaság, mert ugye az 1911-es alkotmány szerint az ország neve Magyarország. Amikor én bejelentettem a köztársaság létrejöttét, megalakulását, akkor azt mondtam, hogy ezentúl az ország neve és államformája Magyar Köztársaság. Tehát államformája megmaradt, a neve viszont úgy módosult, ami érthető is. Mert Franciaországra sem mondják azt, hogy Francia Köztársaság, csak bizonyos jogi események alkalmával. Azt mondják Franciaország. Franciák vagyunk, mi pedig magyarok vagyunk. Úgyhogy nagyon szívesen emlékezem erre vissza, és azt hiszem, hogy ebben az évben majd szélesebb körben is megemlékeznek erről a nagy eseményről. Én egyike voltam a Kossuth téren annak a 100 000-nek, aki üdvözölte önt, és azt gondoltuk, hogy igen, eljött az az időszak, amikor, ahogy ön is fogalmazott a könyveiben és a köszöntőbeszédében,
hogy ugye Tildy Zoltán volt a végén, de Kossuth Lajost is említette nyilvánvaló, hogy egy olyan időszak következik, ami mindannyiunk javát szolgálja. Beváltotta-e a reményeket a harmadik magyar köztársaság? Én azt hiszem, hogy alapvetően igen. Alapvetően betöltötte azt a szerepet, amit akkor szántunk neki. Csak hát ugye a történelem útja az nem olyan egyenes, mint mondjuk a Andrássy út Budapesten, vagy más nagyvárosokban a Fejő utca. A történelem az időnként kacskaringós úton jut el a célhoz, amit szántunk neki, de alapvetően meg. És annak örülök, hogy különösen 2010 óta, amióta kétharmados többsége van a Fidesznek, azóta jó úton haladunk. Tudnélik, ahhoz, hogy egy demokrácia kiteljesedjen, meg eredményeket tudjunk elérni, ahhoz sok minden kell. De elsősorban kell nemzeti egység. Most még ugyan nincs teljes nemzeti egység Magyarországon van, de van nemzeti többségi akarat az országgyűlésbe, és van gazdasági alapja ennek a demokráciának, és most például azon fáradoznak ugye a kormány erők, hogy legyen ehhez megfelelő védelmi erőnk is. Tehát ha ez a három együtt van, akkor azt mondom, hogy eredményes úton haladhatunk továbbra is. Nagyon fontos. Főleg azt szeretném aláhúzni ezt a nemzeti többségi akaratot és a gazdasági eredményeket. Ezt vannak, akik lefitymálják, és elég sok Magyarországon sajnos elég sok olyan ember van, akik nem ismerik fel a történelmi esélyeket, és lebecsülik azt, amit eddig elértünk. Pedig a gazdasági mutatók, az egyéb eredményeink azt mutatják, hogy alapvetően jó úton haladunk. Tehát nem volt hiába való a küzdelem 89-ben és 90-ben. Külpolitikában jártas szakemberként, külpolitikusként miként látja, jó úton jár-e a jelenlegi kormány azzal, hogy az uniós kapcsolatokat, a V4-eket erősíti, illetve azért kitekint Kínára, illetve az Egyesült Államokra is? Igen, én azt hiszem, hogy külpolitikailag is jó úton halad. Ez a fiatal, tehetséges külügyminiszterünk van, akik jól beszél például angolul, nagyon fontos, és azt is jónak tartom, hogy nem csak külügyminiszterként szerepel, hanem külkereskedelmi miniszterként is, és meg is fordították, hogy első helyre tették a külkereskedelmi jelzőt, és a második helyre a külügyit. Ez nekünk nagyon fontos. Ugye mi egy közepes kis ország vagyunk, nem teljesen kis ország, közepes kis ország, de mindig azt szoktam mondani, hogy nagy nemzet. Ugye, mint említettem, tehát az én területem a külpolitika és diplomácia, és három ország kultúráját, irodalmát ismernem kellett. Ugye a magyart, az oroszt és a németet. Ez három nagy kultúra. Ezek ugyan az említettek rajtunk kívül nagy hatalmak, de mi, mint közepes kis ország, felnőttünk hozzájuk kultúrában, civilizációs értelemben és irodalomban például, költészetben, és erre büszke vagyok. Tehát azt tudom mondani, hogy külpolitikailag is jó úton halad Magyarország, mert megteremtette az ország szuverenitását, és erre építve megfelelő szavunk van már Európában, sőt máshol is, mert még az is érdekes, hogy az amerikaiak is kezdik megbecsülni azt a politikai tevékenységet, külpolitikát, amit Magyarország folytat. És az Európai Unióval is úgy vagyunk, hogy mi
szilárd tagjai akarunk lenni, és eredményes tagja az Európai Uniónak, de nem hagyunk szó nélkül bizonyos dolgokat, és nem engedjük meg azt, hogyha minket dróton akarnak rángatni. Nem lehet még továbbra is. Magyarország visszanyerte a szuverenitását, függetlenségét, és nekünk ebben a szellemben kell a jövőben is munkálkodnunk. Úgyhogy én örülök annak kezdetben, amikor színre lépett az a fiatal ember, ugye Szijjártó Péter, én ismertem őt korábbról is, mint ifjúsági vezetőt a Fideszbe, hogy én nem vagyok semmilyen pártnak sem tagja, nekem annak idején volt párttagságom, elég volt, én azt lezártam. Én most mindenkitől független vagyok, és mondhatom, és ugye betöltöttem a 85. életévemet, én mondhatom nyugodtan, mert nem mondhatják, hogy én ezért valamit akarok, hogy van egy tehetséges miniszterelnökünk, hála Istennek, ez nagyon érdekes, ám képzeljük, minden irányból támadják, még állítólag merényletet is akartak elkövetni ellene, állja a sarat, és nagyon tehetséges. És itt van ez a fiatal külügyminiszter, és jól csinálja. Kezdetben bizonyos voltak bizonyos aggályaim, de nagyon határozott. És jól csinálja. Ugye Talleyrand, Napóleonnak a külügyminisztere azt mondta, hogy a külpolitika az művészet, amelynek mestere addig áll a partner lábán, míg az bocsánatot nem kér. Ez ugyan nagyhatalmi megközelítés, de ez a mi külügyminiszterünk a diplomáciát is jól csinálja. Új bemutatóval köszöntötte a közönséget a Vörösmarty Színház Lendvai Zoltán rendezésében Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül című drámáját mutatták be. A Vörösmarty Színház is bemutatta Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül című regényének színpadi változatát. A klasszikus regény átiratát Pavel Kohut jegyzi, a darabot Lendvai Zoltán rendezésében láthatják a Fehérvári Színház barátok. Igazság szerint viszonylag kevés ember játszik rettenetesen sok szerepet. Azt hiszem, hát hogyha ezeket a mindenféle hülyeségeket hozzájuk, hogy mondjuk 200 katonáról beszélnek, de annyi nincsen, de hogy akkor is legalább azt hiszem 80-90 szerepet el kell játszani 13 embernek, ami egy nagyon nagy koncentrációt igényel, hiszen hogy viszonylag rövidek a jelenetek, iszonyatosan sokat kell öltözniük, nagyon koncentráltan kell folyton tudni, hogy miben lépnek be és hogy hogyan van, és akkor nyilván ennek a tempóját meg minden tartani, ez színészileg igazából egy jelentős kihívás. Hát nyilván ezt a 64 helyszín, vagy nem is, nem 46 jelenet van benne, és ez a 46 helyszín, ez is biztos, hát vagy nehéz, vagy nagyon szórakoztató ezeket valamilyen módon megpróbálni színpadra hozni, de pont az benne az érdekes, hogy ez egy annyira lehetetlen feladat, mint ami el is hangzik a darabban, hogy innentől kezdve ilyen igazi színházi feladat és próbatétel mindenki számára, aki benne dolgozik. Az abszurditása megvan, ugyanakkor megmaradt a játékosság. Hát ez a legfontosabb benne, hogy ez egy nagyon-nagyon játékosra és színészekre ír darab, tulajdonképpen semmi más értelme nincsen, vagy hogy de van, tehát hogy természetesen a nézők az remélhetőleg nagyon fogják élvezni, de hogy igazi színészi vérbeli lehetőségek vannak benne, és ha ezt az ember jól kihasználja, akkor nagyon hálás tud lenni mindegyik kis szerep is akár. Köszöntötték egymás barátaival, akiket mi kölcsönös tiszteletben tartották egymás visszavonulását. How do you do, Mr. Ford? How do you do, Mr. Stewart? How do you do, Mr. Ford? How do you do, Mr. Sullivan? How do you do, Mr. Stewart? How do you do, Mr. Sullivan? How do you do, Mr. Ford? How do you do, Mr. Flanagan? How do you do, Mr. Stewart? How do you do, Mr. Flanagan? How do you do, Mr. Sullivan? How do you do, Mr. Flanagan? How do you do, Mr. Ford? How do you do, Mr. Raw? How do you do, Mr. Stewart? How do you do, Mr. Sullivan? How do you do, Mr. Ralph? How do you do, Mr. Flanagan? How do you do, Mr. Ralph? Oh! Egy víz parti örömmel! A történet örök, Phileas Fogg, a hóbortos londoni úriember fogadást ajánl, mi szerint 80 nap alatt körbeutazza a földet. Lélegzetellállító kalandokban nincs hiány, lekésett hajók, vérszomjas indiánok, hatalmas tengeri viharok, utazás vonaton, gyalog, elefánton, és persze a történet végén a szerelem is rátalál Willy Foggra. Nagy szerencsém, hogy a rendezővel, Lendvai Zoltánnal már nagyon régről ismerjük egymást, és volt felém valamilyen ősbizalma, hogy ezt a
felhőtlen bohóckodást, amit tulajdonképpen zajlik a darabban, ezzel megkeresett engem. És tulajdonképpen az az elképesztő ebben, hogy iszonyatos nagy munkába telik az, hogy olyan végtelenül könnyednek tűnő bohóckodás legyen ez az előadás. Tehát ez ebben a rendkívül nehéz Egyed Attilának, hogy magamra célozok. Az benne a nehézség, hogy valami káosz alakuljon ki a színpadon, és ez egy előre meghatározott, megtervezett káosz legyen, tehát ki és beugráljunk a szerepekben, és erre tulajdonképpen igazából nem is találtunk teljesen fix pontokat, mert az a bátorság és rossz csontkodás, én így hívom, az mindig meg kell, hogy legyen bennünk, tehát gyakorlatilag bárhol, bármikor, bármit is csinálhatunk, csak ehhez egy olyan nagyfokú munka kellett itt az elmúlt 5 hétben, hogy meglegyen az a biztonság, hogy mi a darab gerince, és miből lehet ki és beváltani, hogy ez valóban tényleg nagy kihívás. Jean Passepartout Fogg francia szolgája szerepében Krisztik Csabát láthatjuk, aki hűségével és józan paraszti eszével többször kisegíti gazdáját a bajból. Uram, van itt egy ember, akinek van közlekedési eszköz. Jó napot, kedves benszülő. Az egy elefánt, uram. A tulajdonos ott áll mögötte. Hét te! Parasz! Melyik út megyed itt Ilahabadba? Elviszem őket Ilahabadba! Megítélésem szerint az erőszak csak gyöngíti Britanniát. Magam az üzleti alapú megegyezések híve vagyok. Barátom, bérbe adná nekem az elefántját. Óránként 10 fontért? Hogy győr! Uha! 20? Mi? Hát még fölveri nekem az árakat! 40? Nem, akkor eladná nekem az állatot, legyen mondjuk 1000 font! De nem, hogy hihatják a uram, hát vagy őrültség! 20 000 fontba fogadtam, tehát az lenne őrültség, ha 1000 fontért veszni hagynám. 1500! Helyesen megkopasztja ez alatt! 2000! Mit ohajtunk meg az egyes elefántól, Szági? Nem akarja nekünk eladni az elefántját, pedig egész csinos összeget ajánlotta fel érte. Ó, hát ő erről bizonyára nem is tud. A poénok próbálják egymást követni elég sűrűn. Ez a nézők fogják eldönteni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, és ilyenkor azért inkább nagyobb bennem az izgalom, mint a felhőtlen jókedv, de előbb-utóbb az is majd lesz. Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy a nézők fogják értékelni ezt a hát a dramaturgiájában, hogy is mondjam, nem egy lineáris előadást, hanem össze-vissza csapongó, szándékosan félrevezető, mindig meglepetést okozni próbáló mű, és ezáltal a viccek is ugye erre épülnek, vagy a nagy részük. Én nagyon bízom benne, hogy ezt a nézők fogják élvezni, és felhőtlenül tudnak rajta szórakozni. Auda indiai hercegnő, akit első férje halála után a helyi szokásoknak megfelelően fel akarnak áldozni, de félelszék megmentik a tűzhaláltól, s persze a kalandos út során rátalál a boldogság is.
Igazából a fogra vágyik, tehát vele szeretne összejönni, csak mivel tőle úgy az idő miatt, meg a különböző folyton valamilyen új szituációk jönnek, amik miatt ők nem találhatnak egymásra, ezért ő egy ereje terében lévő fiatal csaj, aki vágyik a társaságra, a fiúkra, arra, hogy valaki végre észrevegye, és ezért hát lényegében mindenkire rányomul, aki férfi a darabban. És hát persze ennek meg lehet majd találni a különböző színeit, meg minden. Úgyhogy egyébként biztos, hogy majd lehet benne lubickolni. Most még én is próbálkozom. Ön! Phileas Fogg? Fogg úr, azt hiszem elég régóta ismerjük egymást. Pillanat! A nevem Fix! Őfelsége, detektíve vagyok. Felszólítom, hogy válaszoljon tisztességesen, ha a királynő nyomozója kérdezi. Az más. Felügyelő úr, akkor Phileas Fogg vagyok. A királynő nevében letartóztatom! Wilbur Fix, rendőrfelügyelő, aki kitartó kopóként üldözi a történetben a bankrablónak vélt főhőst. Kuna Károly bizonyos benne, hogy a darab, ahogy fog is, célba jut. Egy nagyon komoly nyomozót alakítok ebben a darabban, aki végigköveti az út során Phileas Fogg urat. Kisebb pácba kerül, nem bírja a tengeri utat, stb. Sajnos mindig balul sül el a dolog, de végén célba jut. Bravo! A maga megérzése! A fatu! A fergeteges előadás bizonyította, vidám, felhőtlen esték várnak a közönségre olyan előadásokkal, hogy ismét egyértelművé válik, a színház, a színpad egy olyan varázslatos hely, ahol minden megtörténhet, és az általuk szeretett színészek bármit képesek eljátszani. Kedves unokaöcsém, akkor kérem, adja áldását Frigyemre e fáradhatatlan özvegyel. Áldásom rátok, gyermekeim! Anglia örökké valósága a kolóniáiban rejlik. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!